benne leszek a tévében. Ezeket ti csináltátok az óviba? Hát az ilyeneket. Ilyen kindertojások. És akkor most eljöttél felakasztani. Mert ehhez kellett. Te nagyon rendes gyerek vagy. Itt a csoportba járok. És melyik óvodában van ez a Bóbita csoport? Ákos. Ákos. Ott a tojás, igen. Ott a tojás. Ott van. Vagy akarsz még feltenni? Jó van, ügyes vagy. És ti honnan jöttetek? Elmondjátok nekem, hogy honnan jöttetek? Mi itt lakunk Ajkán, és egy panelból jöttünk ide most le. És honnan hallottátok, hogy lehet jönni ide díszíteni a fát? A papáéktól. A papáék mondták? Igen. Mert a papáék olvassák az újságot, igaz? Igen. Mert le is jött a papa megnézni. Igen? Igen. És gyorsan díszítettetek tojást? Igen. Igen, többet is. Nagyon ügyesek vagytok. Na, lejövünk? Én igen. Még csak most jöttem föl. Nem félsz? De nem van. Hangosan? Nem! Állasz, szép lassan, gyere nyugodtan. Fölvesszük az esést. De nem van. Lassan, nyugodtan, állasz. Szuper. Szuper vagy, ügyes vagy. Nagyon köszönöm. Fekete Istvánba járok iskolába. És honnan hallottál erről a tojásfáról? Hát amikor tegnap, amikor még itt voltam a mamáiknál otthon, akkor már azelőtt is megbeszéltük, hogy majd ide eljövünk feldíszíteni. Azt nem gondoltam, hogy kicsorhatom a mamát. Nem gondoltad, hogy ki tudod csalni a mamát? Hát mert ugye volt nekem tojásokat, hogy azt majd feldíszítjük, feltesszük, akkor azt fel is tettük. Aztán meg még ott volt nála sok ilyen tojás, meg még ugye a drótokért kaptam még tojást. Szép lett a tojásfa. Szépen kérdett tojást. Megkarcsoltam. Jó napot. Szia Balázs bácsi. Szia. De igazából a Gerda csinálta, kedves Zoli bácsi. Ő a Gerda, itt a Batman-es sapkában néz. Nézd a Zoli bácsira. Mutasd meg, hogy ezt te csináltad. Te csináltad? Igen, az édesapja erre képtelen önálló. Ellenben nagyon szépen tud gitározni. Igen, igen. Tehát vagy tojást csinál, vagy gitározik, nem? Igen, a kettő. Így van. Esetleg gitárt hoztál magaddal? Nem hoztam magammal a gitárt, a testvéremet hoztam. Igen, most én aki már többször volt az én focistája. Jó, és akkor erre a fészekre már álljuk. Majd ha megszárad, akkor mindjárt megcsináljuk a tiédet is. Ez nem jó, ezt nem lehet felakasztani a tojásfára. Képzeld el, hogy ő pedig világbajnok lett táncban. Igen. Mutasd meg a tojásodat. Mutasd meg, mit táncoltál. Olyaj, tuspányom. Táncolsz egyet a tévének? Hogy leszel itt színésznő? Akarsz csinálni? Nem. Jó. Itt a mama, mik készültek itt ma? Bárányok, papírbárányok, és nézd csak! Igen? Ezek készültek rózsaszínbe, meg kékbe, amit a gyerekek csinálgattak. Én is csináltam. Igen. És akkor mondhatjuk, hogy a papírbárányok hallgatnak? Igen, nagyon hallgattak.
És nagyon ügyesek voltak a gyerekek, mert mindegyik mindent meg tudták csinálni. És ügyesen szépen kivágták a papírokat. Te is csináltál? Igen, én is csináltam. Hol van? Nem látom. Most csinálja. Hát most csinálod akkor, igen, nem? Most csinálja. Igen. Nézd meg, milyen szépen vágja ki. Nevedd el, Ördi. Viszont nem látok bárányokat a tojásfán. Hát, ilyet nem raktak fel. Majd én akkor felrakom. Te felrakod? Igen. Na hát az az igazság, hogy az egy esőbe állázik el a papír. Nem baj. Nem baj? És akkor szépen ráragaszgatod, jó? És itt van. Jó, itt a ragasztó. Igen. Csaszik, köszönjük nektek azt, hogy kihoztuk a létrát. Kihoztátok ide a létrát reggelre, amire mi érkeztünk, hogy minden zökkenőmentesen mehessen. Szívesen.